amikor fölkértek engem, hogy egy részbe kell ezt a három felvonásos darabot létrehozni, akkor azért fájt a szívem, mert nagyon sok zenét ki kell hagyni belőle. Viszont amikor kitaláltuk Galambos Attilával, hogy úgy rövidítjük a darabot, hogy közbe prózákat teszünk be, méghozzá Katona József prózákat. Tehát nem az Egressy által írt szövegből vesszük ki a zenét, és azt folytatjuk, hanem az összes összekötő szöveg az Katona lesz, így egy kicsit mívesebb lett a dolog. Tehát amit elvesztettünk dallamokat, azt hozzá kaptuk Katonától, azokat a veretesebb szövegeket, és így valahogy úgy érzem, hogy így egységes előadást tudott létrejönni. Én biztos alapvetően a két dologból indulok ki, a zenéből és a szövegből. Tehát először elolvasom, hogy mit mond. És nagyon fontosnak tartom, hogy az énekes is értse, amit mond, hogy a dallam ne vigye el. A másik viszont a zene, hogy a zene mit mond. És ez a kettő alap, és hogyha ez megvan, akkor megszületik a darab. Sokszor a zene az elviszi a hevületet, elviszi az embert, és nem tudja, hogy miről énekel, mert a zene annyira erős, hogy fogalma sincs, és csak azt a ritmust énekli. Ha megérzi azt is, hogy mit mond, akkor már egy kicsit úgy tagolja a beszédjét, és innentől kezdve értelmezhetőbb lesz, és a zene az rá segít a hangulatra, de nem megoldja. Annyit harangoznak, és olyan hosszan ebben a városban, hogy akkor jutott eszembe, hogy valószínű, hogy ezeket a jeleneteket, amiket kihagyunk zenéket, azt ezzel a kecskeméti haranggal kellene összekötni. A zene, ami eddig szólt, az elhalkul, vagyis vége lesz, akkor harangolás lesz, és a következő zene az megint egy kicsit ilyen újdonság erejével hat. Ha meg az operát játszunk, ott ugye folyamatosan zene van. Tehát ettől is egy kicsit hullámzóbb, szélsőségesebb tud lenni az előadás. Mindenki a másiktól tanul. Tehát a prózista tanul az operaénekestől, főleg ugye, hogy kell hozzáállni egy operához, meg sokszor azért statikusabbak a dolgok egy operában, pont azért, mert annyi mindent mond a zenével együtt, hogy ha szétmozogják, akkor az nem jó. Viszont a prózisták meg nagyon jó színészek. Tehát az operaénekes meg a prózistáktól tud tanulni, hogy a játék, amit beletesznek, sokkal életszerűbb lesz, és hogyha ez a két társaság így összekerül, akkor igazából szerintem kiegészítik egymást, sőt, tanulnak egymástól. Mindenki el tudja lesni azokat a fogásokat, ami a másik ember szakmájába erős, és ettől tud szerintem jó lenni egy színház. Nagyon sokszor ők javasolnak dolgokat, és abszolút elfogadom. Sőt, örülök is neki, mert akkor nem lesz egy ilyen egyenes vonalú dolog, hanem több szem többet lát alapon, nagyon sokszor tudnak ők is segíteni. Nagyon jó itt a légkör, nagyon jó a társaság. Sokkal jobban lehet alkotni. Beszélgetünk a szünetben. Amikor vége egy próbának beszélgetés van, van büfé élet. Budapesten nincs büfé élet, akkor mindenki csomagol össze, azt megy haza. Száz
Szerintem a bánkbán zenéje az abszolút egy az, hogy fülbemászó, a másik, hogy a történetet szerintem mindenki ismeri. Tehát vannak elvárások, hogy egy bánkbánnak milyennek kell lenni, és szerintem mi ennek meg fogunk felelni. Alapvetően a klasszikus bánkbánt szeretnénk bemutatni, mert fontosnak tartom, hiszen nagyon sokszor arról énekelnek, tehát nem lehet megváltoztatni. De hozzáteszem, hogy a ruháknak, mivel hogy a szabásuk egy kicsit modernebb vagy maibb, ennek meg az az értelme, hogy ez a darab mindig aktuális. A halál az mindenkire ugyanúgy hat. És azok az érzelmek, amik a végén megjelennek, azok egyformák, emberi érzelmek. És innentől kezdve egyformák vagyunk. És az egész kecskeméti bánkban, amit én készítek, ez lenne a célja, a mondani valója, hogy nincs az emberek között különbség, mindenki ugyanolyan egyforma, és az érzelmek mindenkire ugyanúgy hatnak, mivel hogy emberek vagyunk. Ha nem pont korhű ruhába játsszuk, de ezek a jelenetek megjelennek, akkor szerintem mindenki magára ismeri, és ezt a bánkbánt nagyon sokszor lehet majd még játszani 100 év múlva is.